Bódi Ádám hívhető be, és ugye ment baloldalt az akció, kértem bent a labdát, beívelte, és sokat gyakoroltam edzéseken is, és ugye mögém jött a labda, és úgy adtam el, miért ne próbáljam meg, és összejött szerencsére. És onnan meglátod, hogy ez ott a háromba kötött ki? Hát ezt fel sem fogtam. Nem tudom elmondani, milyen érzés volt. A végén kaptál levegőt? Mert ott körülbelül 15 ottak rá lett. Hát nem akartam is mondani, hogy nem az, hogy menjétek már előbb, csak hogy nem kapok levegőt. Itt a végén ugye piros lapot kaptál. Ott mi történt és miért kaptad? Megkérdeztem a bírót, hogy miért volt egy kicsit kényelmes a mérkőzésen, mert ugye az első gól az ugye lesről született. Aztán utána folyamatosan osztogatta nekünk a sárgalapokat, az ellenfélnek nem nagyon szólt oda, úgy néz ki, az új szabályok rájuk nem vonatkoztak, hogy a pályát el kell hagyni minél gyorsabban. Elrugdosták a labdákkal folyamatosan, én csak szóltam neki, hogy figyeljen egy kicsit jobban oda, mert ez is sokan múlhat a mérkőzésen. Őket nem nagyon figyelmeztette, engem meg állandóan kipécézett és folyamatosan beszélt velem. Alig várta, hogy adhassam egy sárgalapot. Úgy néz ki, nem volt olyan neki szimpatikus, vagy nem tetszett neki a hajam, vagy bármi, nem tudom. Az edzőtök azt is mondta, hogy edzéseken már nincsen gond azzal, hogy ugye hogy brazilok, ukránok, magyarok vannak a csapatban, és hogy mindenki megérti egymást, viszont ő úgy gondolja, hogy meccs közben lassú a köztetek való kommunikáció, te ezt hogy látod? Hát megmondom őszintén, hogy nehéz, ugye, hogy mondjam, tehát eléggé nemzetközi csapat vagyunk, tehát majd mindenféle náció található nálunk, elég nehéz, tehát igazániból most nem szabad a kommunikációra fognunk, azt gondolom, de nyilván valamelyes közel játszik benne. Most az apukámmal, édesapukámmal beszéltem, épp azt mondta, hogy az utolsó 10 percben olyan ideges volt, meg olyan feszült volt, hogy inkább kiment a kertbe, nyílt füvet, vagy valamit csinált, és úgy tudta meg, hogy kijutottunk a VB-re, hogy a szomszédok kiváltak, hogy melyik kint vagyunk. Majdnem a végén sikerült egyenlítened kétszer is, egyszer egy kapufa, aztán meg távolról Kovácsik Ádám hatalmasat védett. Hogy látod ezeket a szituációkat? Hát folyamatosan ez van sajnos, tényleg nem tudom, hogy miért nem tudok gólt szerezni. Úgy érzem, hogy majdnem minden van, egy meccsen van egy-két ilyen helyzetem. Tényleg nem tudom majd mit kell tegyek. Múlt héten voltam templomba, megkeresztelkedtem már, úgyhogy tényleg nem tudom, hogy mit kell csinálni.